A szerelem egy olyan csodálatos ajándék az ember életében, amikor merjük kimondani, merjük felvállalni egymás iránti szeretetünket, egymáshoz való tartozásunkat. Az élet legnagyobb varázslat, amikor két ember megtalálja egymásban azt a társat, akinek az életét gyönyörűvé akarja varázsolni. Veletek megtörtént ez a csodálatos érzés, mely egyre erősebb és erősebbé válhat. Kialakult az a szerelem, az életnek egy olyan ajándéka, amely a mindennapok örömébe van csomagolva, a figyelmesség szalagjával van átkötve, meghittsége törődéssel van díszítve. Kedves jegyes pár, megjelentetek ma egy gyönyörű helyszínen, tele reménnyel, vágyjal, szeretettel, hogy egymást házastársul fogadjátok, és együvé tartozásotokhoz kimondhassátok a boldogító igen. Kijelenti-e ön Barta Vivien, hogy az itt jelenlévő Dóka Istvánnal házasságot köt? Igen. Köszönöm szépen. Örökkévaló Istenünk, hálát adunk ezért az alkalomért, ezért az esküvőért, fiatal testvéreink életéért, az ő szívükben megszületett egymás iránti szeretetért, az elhatározásért, hogy egymáshoz tartozásukat a te szent színed előtt is megerősítették. Köszönöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten, hogy ezt a nőt, hogy ezt a férfi, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretem. Szeretetből veszem előtt, Isten törvénye szerint feleségül. Szeretetből megyek hozzá, Isten törvénye szerint feleségül. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Amen.